Megfogadtuk tavaly nőnapkor, hogy minden nőnapkor csinálunk valami újat, valami szépet, valami nagyon jót, és az idei évre, március 7-ére egy mértékadó konferenciát szerveztünk. A téma a munka és a magánélet világa. Próbáljuk általánosságban, személyre szabottan, mindenféle oldalról megközelítve átjárni a témát abban a dologban, hogy hogyan és miképpen tudjuk összeegyeztetni a magánéletünket és a munkavilágát. E körül fog forogni minden. Ezt a konferenciát elég széles körben ajánljuk a környékbeli lakóknak. Elsősorban ajánlanám a munkavállalóknak, másodszorban a munkaadóknak, mert olyan példákat hozunk a munkavilágából, ami mindenféleképpen követendő. Például az első előadónk gyárában, egy autóipari gyárban a menedzsmentnek a fele hölgyekből áll, ami nagyon ritka, nem csak a mi régiónkban, hanem azt gondolom, hogy akár Magyarországon, vagy még tágabb körben is, és más gyárvezetőknek, cégvezetőknek a részéről is ajánljuk, hogy igenis lehet így működni, hiszen ez a gyár 2012-ben benne volt a 200 legeredményesebb gyárban Magyarországon. Azoknak is ajánljuk a konferenciát, akik dolgoznak multinál, és szeretnének ott különféle újításokat bevezetni, hiszen szó lesz egy úgynevezett Women Network hálózatról, ami a cég támogatásával a cégen belüli hölgyeknek a karrierjét hivatott támogatni. A programban előadások, kerekasztal beszélgetés, végezetül pedig egy sztár, mégpedig Kemény Dénes lesz a Mértékadó Nők első konferenciájának vendége. Azt gondoltuk, hogy egy olyan személyiséget szólítsunk meg, akinek van tatabányai kötődése, aki nagyon-nagyon nagyot bizonyított már abban, hogy hogyan lehet csapatot építeni, közösséget formálni, és erről fogjuk őt kérdezni az előadás kapcsán, és hogy ki fogja kérdezni? Vejszer Alinda. Felkértük Alindát, hogy jöjjön el, és ő legyen a kérdező a Kemény Dénes előadásán. A konferencia egyébként pénteken 13 órakor kezdődik az Edutus Főiskolán.